Nyíregyházán is több társasház rendelkezik konkrét elképzeléssel, hogyan lehetne korszerűbb és szebbé tenni a lakókörnyezetet, csak épp fedezetük nincs ezek megvalósítására. Erre nyújt lehetőséget az OTP társasházi pályázata, amely a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatását, továbbá a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatását is célozza. A pénzintézet az elmúlt 13 évben országszerte több száz lakóközösségnek segített álmai valóra váltásában. Nem csoda, hogy egyre több az érdeklődő, tavaly már több mint 860 közösség nyújtott be pályázatot. A kiírást idén is meghirdették, két kategóriában várják a jelentkezőket. Az egyik ilyen kategória, az otthon a közösségben kategória. Ezek olyan típusú pályázatok, amik elsősorban üzemeltetést tesznek hatékonyabbá, környezettudatosságot, célzó beruházásokról beszélünk. De mondok konkrét példákat, szelektív hulladékgyűjtés, tárolás, ilyen például az online leolvasható mérőrák beüzemelése, de akár például a postaládák cseréje. De ide fér bele például az is, hogyha egy társaság biciklitárolót szeretne önmagának építeni. Ilyenek voltak a kerti sütő vagy szabadidős pihenőhelyek, játszóterek, parkosítás, kertépítés, de sok esetben ilyen volt például a dísznövényzet telepítése, de akár gyepesítés is megfogalmazódott ezekben a pályázatokban. A másik Otthon a jövőben című kategóriában a biztonságot védelmet célzó tervekkel lehet pályázni, például lépcsők baleset vagy épületek akadálymentesítésére, tűz- és vagyonbiztosításra, gyermek és idősek biztonságos közlekedését segítő fejlesztésekre, emellett az energiahatékonyság növelésére vonatkozó ötleteket is várják. A forrásra azonban nem csak maguk a társasházak, illetve azok lakói, hanem az ezeket kezelő lakásszövetkezetek is pályáznak. A nyíregyházi lakszöv az első pillanattól fogva próbálkozik, van olyan társasházuk, amelyik minden évben beadja a pályázatát, eddig azonban nem sikerült nyerniük. Van, ahol udvari szalonna, sütő vagy játszótér, máshol akadálymentes feljáró kialakítását, esetleg zöldesítést, postaláda és kaputelefoncserét, vagy világítás korszerűsítést valósítanának meg, ha lenne hozzá forrásuk. A támogatási lehetőség jelen pillanatban nincsen se nagy felújításokra, se kis felújításokra. Igazándiból az OTP jelen pillanatban az egyedüli, aki segít ilyen kisebb felújítási, szépészeti beavatkozások végrehajtásában a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek. Némi segítséget nyújt, más pályázat sajnálatos módon nincsen volna igényre, hiszen még sok épület van, aki nem tudta az energiatakarékos beruházást elvégezni. A társasházi pályázatra május 30-áig online lehet jelentkezni, az értékelés aztán egy szakmai zsűri feladata, amely június végéig dönt arról, hogy melyik 20 lakóközösség válthatja valóra álmát, összesen 15 millió forintból. Az elnyert összeget december 5-éig lehet lehívni, eddig kell a kitűzött célokat is megvalósítani. Figyelembe veszik, hogy melyik terv milyen mértékben szolgálja a közösség érdekét, a környezetminőség javulását, emellett a kreativitás és a technikai kivitelezhetőség is számít a rangsorolásnál.